Sziasztok! A mai videóban leveles tésztából fogok sajtos tekercskéket készíteni. Mihez már előkészítettem egy leveles tésztát, reszeltem körülbelül olyan 10 deka trappista sajtot, de hogyha szükség van még rá, akkor reszelek hozzá. Valamint előkészítettem egy ilyen tömlő sajtot, amit most első lépésként rákenek ide a leveles tésztára. Miután megkentem a tömlős sajttal a leveles tésztát, három szögeket vágtam ki a tésztából, és most ezeket fogom fölcsavarni. Fel is tekertem a leveles tésztákat, amiket összevágtam. Most felverek egy tojást, ezzel jól megkelem ezeket a kis tekercseket, és végül rászórom a sajtot. Előmelegítettem a sütőt, körülbelül olyan 180 fokra légkeveréses üzemmódban, és hát meglátjuk, mennyi idő kell majd neki, szerintem elég hamar meg fognak sülni. Hát el is készültek ezek a sajtos tekercsek, nagyon szép aranybarnára kisültek, körülbelül olyan 15 percig voltak benne a sütőben. Jó étvágyat kívánok!